Első ének. Én, az ki azelőtt ifjú elmével játszottam szerelemnek édes versével, küszködtem viola kegyetlenségével, mastan immár másnak hangasabb versével. Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát, ki megmerte várni Szulimán haragját, ama nagy Szulimánnak hatalmas karját, az kinek Európa rettegte szabjáját. Múzsa te! Ki nem rotható zöld lauruszból viselett koszorúdat, sem gyönge ágból, hanem fényes mennyei szent csillagokból. Van kötve koronád holdból és szép napból. Te, ki szűz anya vagy, és szülted uradat, az ki örökkén volt, s imádott fiadat úgy, mint istenedet és nagy monárhádat, szentséges királyné, hívom irgalmadat. Adj pennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt. Arról, ki fiat szent nevéért bátran holt, megvetvén világot, kiben sok java volt, kiért él szent lelke, ha teste meg is holt. Engedd meg, hogy neve, mely most is köztünk él, bűvüljön jó híre, valahol nap jár, kél. Lássák pogány ebek, az, ki Istentől fél, soha meg nem halhat, hanem örökkén él. Az nagy mindenható az földre tekinte, egy szemfordulásból világot megnézi, de leginkább magyarokat ezben vette, nem járnak az úton, kit fia rendelte. Látá az magyarnak álhatatlanságát, megvetvén az Istent, hogy imádna bálvánt, csak az eresztené szájára az zablát, csak az engedné meg, tölthetné meg torkát, hogy ő szent nevének nincsen tiszteleti, ártatlan fia vérének böcsületi. Jószágos cselekedetnek nincs keleti, sem öreg embernek nincsen tiszteleti. De sok feslet erkölcs és nehéz káromlás, írítség, gyűlölség és hamis tanácslás, fertelmes fajtalanság és rágalmazás, lopás, emberölés és öröktobzódás. Megindult ezekért méltán ű haragja, azért Mihály arkangyalt magához hívá, és kemény haragjában így parancsolá, ű szentsége előtt arkangyal állvala. Nézd! Ama kemény nyakú és kevés szkíták, jó magyaroktól, mely igen elfajzottak, szép keresztjén hütött lábok alá nyomtak, gyönyörködnek különb-különb vallásoknak. Maga te tekints meg köröztjén világot, nem találsz azok közt, kivel tettem több jót. Kihoztam Szkítiából, mely nékik szűk volt, az én szent lelkem is űre ájuk szállott. Szkítiából azt mondom, kihoztam őket, miként Egyiptusból az zsidó népeket. Hatalmas karommal verém nemzeteket, mindenütt rontám, vesztém ellenségeket. Téjjel mézzel folyó szép Pannóniában megtelepítém őket Magyarországban, és meg is áldám minden állapotjában, meghallgatám, segítém minden dolgokban. Sőt, vitéz szűvel is megáldottam őket, úgyhogy egy jó magyar tízet mást kergetett. Sohul nem találtak oly nagy ellenséget, az ki, mint por szél előtt, el nem kerengett. Szentséges lölkömet reájuk szállattam. Az köröztjén hütre fiam által hoztam. Szent királyokkal is megajándékoztam. Békességet, tisztességet nekik adtam. De ők ennyi jókért, ó, nehéz mondani. Ó, háládatlanok! És merték elhagyni, nem szégyellik isteneket elárulni, ellenemre minden gonoszban merülni. Ó, bánom, ennyi jót, hogy ővélek tettem. Nem én viperákat keblemben neveltem, de immár ideje velek esmertetnem, én vagyok a ma nagy, bosszúálló Isten. Eredj azért, arkangyal, szállj le pokolban, válasz egyet az haragos fúriákban, és küldjed el azt ott Szultán Szulimánban, juttassa magyarokra való haragban.
Én pedig töröknek adok oly hatalmat, hogy elrontja, veszti az rossz magyarokat. Mindaddig töri iga kemény nyakokat, míg nem esmerik meg, elhagyták urokat. Kiáltnak én hozzám, s nem hallom meg őket, hanem fogom nevetni nehéz ügyöket. Az ű panaszira nem hajtom fülemet, ű javajájokra nem tészem szememet. Ez mindaddig lészen, míg bosszút nem állok. Harmad, negyed ízig büntetés lesz rajtok, és ha idejében ezben nem veszik maguk, örök átkom, haragom lészen ű rajtok. De ha hozzám térnek, megbánván bűnöket, halálról életre is még hozom őket. Jaj, török néked, haragom veszélyének, te vagy, de eltörlek, ha ezek megtérnek. Mikael arkangyal kezdte könyörgeni, és az igazakért igen esedezni. Uram, jámborokat fogod érontani, és az hamisakért fogod éj megverni. De az élő Isten készlőn megfelelni. Te akarod én tanácsomat tudni, vagy elrejtött nagy titkaimat vizsgálni? Az, melyeket te neked nem lehet tudni. Ostorom szolgámra nem tiltom, hogy szálljon, melynek nem kell törődni semmit halálon. Akarom, néki könnyebbségére szálljon, és lelkének hűvösülésére álljon. Nem felele többet arkangyal Istennek, hanem sugár szárnyait ereszté égnek. Röpül-e mindaddig, és nem nyugovék meg, míg Alektót pokolban nem találá meg. 100 lánccal van kötve, 100 belincs az kezén, kígyókból áll haja, s kötelőznek fején, véres mérges tajték foly ki az két szemén, dohos kénkű pára jön ki rúd gégéjén. Így fúriát arkangyal megszabadíta, és Isten hatalmával neki így szólla. Alektó, az Isten nékem parancsolja, hogy tégedet küldjelek Törökországba. Szultán Szulimánnak szálljad meg a szívét, neveld magyarokra ű haragos mérgét, vigye reájok nagy rettenetes fegyverét, roncsa uraságát és minden erejét. Örül az fúria, nem késik pokolban, röpülését tartja nagy Törökországban. Éjfélkor érkezék Konstantinápolyban, ottan beférkezék Szulimán házában. S hogy inkább hamarább elhitesse véle, és hogy megrettenést szűvében ne tenne, magára nagy Szelimnek formáját vevé, Szelim Szulimánnak atya volt, míg éle. Fiam, te aluszol, így kezdé beszédét, s nem vészed eszedben Istennek kegyelmét, hogy erőt adott néked és vitézséget, jó észt, jó tanácsot és elég értéket. Aluszol te mastan, és nem néz elődben, mely nagy főhőt kerenget Károly elődben, és hogyha idején nem vészed eszedben, itt fogsz megnyomatni, aluvó helyedben. Higgyed, higgyed az én megőszült fejemnek, hogyha időt nékik adsz, téged elvesztnek. Országostul károk, hitetlen ebek, mert ha egyességek volna, van erejek. Lesz is, mert alkusznak, de te menj űrjájuk, ne késél, és ne hagy időt alkudniok. Így rontattatálnak tőlem mamalukok, így megverém Kamszont, s romlának Szíruszok. Kelj föl, éles kardot köss az oldaladra. Indulj meg hadaddal tévölygő magyarra. Én leszek melletted, és minden dolgodra vigyázok hűséggel, s minden nyavajádra. Bolondság tenéked kazulokra járni, sok jó vitézt tenéked odarontani, az mi fátumunk azt nem hagyja romlani, Isten azon bennünk akar tanítani. Izmael én nékem sok bosszúkat szörze, de ugyan megtörnöm végig nem lehet-e. Hát te néked, Tamma, mennyi bosszút teve,
nagy részét hadadnak ravassággal veré. De az magyarokon mindenkoron nyertünk. Nem is kell oly messzi nékünk fegyverkeznünk, sem annyit költenünk, sem annyit vesztenünk, sem győzödelemben nékünk ételkednünk. Ne félj, hogy segítse senki magyarokat, mert jól esmerem én bolond kaurokat, míg nem látják égni magok házokat, nem segíti senki meg szomszéd házokat. Ne félj, mert lám mondom, én leszek melletted, a Szent Mahomet is vezeti kezedet. Aztán, édes fiam, az vitéz embernek kell valamit engedni, a szerencsének. Így szultán Szulimánnak Alektó szólott. És az, mely mérges kígyót kezében hozott, azt a Szulimánnak ágyában bocsátott. Nem nyugvék az kígyó, míg hozzá nem jutott. Válláról mellyére, mellyérül szívében, valamerre csúsz el, mindent hágy méregben. Gyújtja kemény szüvét, s hagyja lángos tűzben, haragban henterekeni és kevéségben. Nagy vígan Alektó eltűnék ott mindjárt, mert látá, haragra gyújtotta Szulimánt. Ő pedig felugrott, fegyvert, fegyvert kiált, mert szintén eszeveszett Alektó miát. Kiált a Szulimán, ó te, bátorságra, ki engemet indít ilyen nagy dolgokra. Nagyobb vagy embernél, noha embermódra láttalak tégedet szólva, tanácsolva. Készen vagyok, Szulimán, elmegyen onda. Az, hová meghagytad kaurt rak halomba. Megfestem lovamat keresztény vértóban. Várasakat, várakat röjtök hamuban. Felkelvén ágyából, ő megparancsolá, hogy minden vezér táborában szállana. Válogatott néppel, kinek mind hatalma, valaki békséget és tímárt tartana. És hogy Drinápolyban májusnak fogytára, az egész hadak szállanának táborban. Futnak az csauszok, fehér patyolatban, hirdetik az hadat minden országokban. Azonban Szulimán üle jó lovára, s vezéreket magával kihívá dévánra. Kertektől nem messzi egy széles halomra, ottan nekik beszél le, ilyen formára. Vezérek és basák, ti okos vitézek, kiknek ezek után sok bírt népet nézek, ti vagytok tartói én erősségemnek, ti meghódítói pogány kereszténnek. Ím mi állapotunk, látjátok, miben van. Erős birodalmunk henyélés nem kíván. Az, mit karddal nyertünk, nem tartja meg déván. Fegyvert s erős vitézt birodalom kíván. Ezzel győztük meg mi keresztény világot. Az, mely inkább kíván fizetni harácsot, hogy sem vitéz módon reánk vonjon kardot. Ezzel böcsültetjük mi muzulmánokot. Mégis, de nem sokan, kik ellenünk járni vannak, és mernek is fogokat mutatni, bolondok, nem tudják, hogy jobb megvallani az erőtlenséget, hogy sem kárt vallani. Az magyarok ezek, kik fej nélkül vannak, mint törött hajó széltűl, úgy hányattatnak, miúta elvevén életét Lajosnak, sokan koronáért mast is vonyakodnak. Igaz? Nem tagadom, ha egyesség volna köztök, bizony, nekünk nagy gondokat adna az egy néhány magyar, és megcsorbítaná fényes koronánkat, talán megrontaná. De Isten ostora mast szállott reájok, fösvénység, gyűlölség uralkodik rajtok, nincs szeretet köztök, sem okos tanácsok, kiért esőben van fényes koronájok. Szemlátomást látjuk az Isten irgalmát, mert mi nekünk szánta magyar birodalmát. Mindenkor aztán megtaláljuk Tammát, roncsuk most az magyart, s az ő birodalmát. Esküszöm én nektek az élő Istenre, mi fényes hódunkra, s éles fegyveremre, az éjjel Mahomet én atyám képébe ezeket mind nékem okosan beszéllé. Az arszlán vezér is Budáról ír nékem, hogy győzödelemben ne légyen kétségem.
Ím az levelet is hozom előtökben. Olvast hanggal, deák, hadd védjük elménkben. Itt így török deák fölszóval olvasván. Győzhetetlen császár, azt te rabod Arszlán, budai fővezér, te kegyelmed után, ír alázatosan, néked fejed hajtván. Ha tudni akarod keresztjének dolgát, azok veszni hagyták magok állapotját. Károly gyűlésekről gyűlésekre magát hordoztatja, s nagyon forgatja hit dolgát. Nincs sohul kész hada, s nem is gondolkodik, mint bolond, hogy valaha talán kelletik. Ám Maximilián magyarok közt lakik, gondviseletlenül, csak észik és iszik. Az magyarok pedig leghenyélőbb népek, egyik a másikat gyűlölik, mint ebek. Nincs köztük hadtudó, ha volna is ezek, az tisztviselőnek soha nem engednek. Uram, ha volt módod valaha az hadban, nincsen most kevesebb ilyen állapotban. Úgy tetszik, hogy immáron Magyarországban látok vérpatakot, sok kaurt halomban. Meghalván vezérek az Arszlán tanácsát, főképpen császárnak elszánt akaratját, senki tartóztatni nem meré az útját, hanem minden vezér javalja szándékát. Nem sok idő múlván az nagy Ázsiából sok had érkezék, kik voltak tengeren túl. Sok számtalan tatár Meotiszi tótul, ezek küldettek Kán Pecopitátul. Delimán ifjú ezeknek vezérek, fia a nagy hámnak és nagy fejedelemnek. 25 000 ez, és mind jó tegzesek, sok 100 000 közül válogatott népek. Könnyű had, és bátor, és gyors, mint az árvíz. Úgy tetszik, kezében mindenik halált visz, mert jó lova hátán csak jó fegyverben hisz. Nincsen tartalékja, sem tűz, sem sebes víz. Azt mondják Delimán, mikor országokat járt volna a látásért híres városokat, Galatában meglátá a szép Kumillát. Kumillát, a szépet, Szulimán leányát. Kumilla szép haja, megkötözé szüvét. Ifjú Delimánnak és minden kedvét, egy tekintet vévé el minden erejét, úgyhogy nála nélkül nem kívánja éltét. Akkor hazament volt, most szép haddal jut meg. Törődvén szép leányt miként nyerhetné meg. Véletlenül szegény, de csalatkozott meg, mert addig elvévé Kumillát Rusztán bég. Most már nyughatatlan bánattal áll, vagy ül, untalan szegénynek szeme keservel fül, mely miát a szülve, mint a szideg jég hűl, éltével halálban bánatja közt merül. Őrizd, Rusztán vezér, jól ettül magadat, mert mint dühös farkas lesi halálodat. Az vitéz Delimán nem tűrheti búját, kiölti, ha lehet, rajtad bosszúságát. Az tatárak után öt roppant seregek, azt tudnád távolról, hogy sívó ördögök. Ezek is Drinápolyban elérkezének, sok harcokon forgott vitéz szerecsenek. Mindenikben vala 6-6 000 ember, mindenik hárommal megverekedni mer. Lova, mint egy madár, maga, mint egy tündér, mert oly könnyen fordul, mint esti denevér. Ezek Kazulbaszra jártak Szulimánnal, ezek Lajost királyt megverték dzsidákkal. Vitézek mind egyik, s nem fegyverderékkal, s pajzsal födöznek, sem sűrű páncérral. Ezek előtt mégyen vitéz Amirassen, maga is fekete, lova is szerecsen. Az ő kedves lova Karabul, kényesen, melyet ő jártatott had előtt, s kevélyen. Mondják, hogy Karabul Nagy-Arábiában széltül fogantatott egy híres kancában. Hihető is, szélben mert nincs sem az lángban oly vidámság, gyorsaság, mint vagyon abban. Amirassen után 3 fő kapitán, egyik az Olindus, mely okosság után ment mind nagyobb tisztre, végre lett kapitán,
negyedik részének a Szerecsen hadban. Szíriai király, az okos Menetám küldte másodikat. Ez volt szép Hamviván. Szerecsenek közül jutte Szíriában, de van a harmadik kegyetlen Demirhám. Demirhám az erős, melynél erősbb nem volt, Sohul valamelyre Szulimán parancsolt, mert az gyökeréből nagy tölgyfát kirántott, ököllel agyonvert egy nagy elefántot. Ötödik Alderán, bátyja Demirhámnak. Volt gondviselője a Szerecsen hadnak. Ez magyarázója volt minden álomnak, és kifejtője Mahomet írásának. Ezek után jönnek vitéz mamelukok, de szerencsétlenek, mert nincs nekik urok. Szulimánnak nem régen lettek hódulók, az nagy bű Egyiptusban ezek lakosok. Kajer bég jön vélek, melyet szégyenére Mehmet Yunus basának tett fővezérré a Szulimán császár, mert űtűle féle, s így nagy tisztre szolgáját vinni nem meré. Ezek 20 000 jó lovasok voltak, mert Tommen Bejtől vitézséget tanultak, és noha különb nemzetekből állottak, de okos vezér alatt egyesek voltak. Nem messzi Cirkaszok, ugyan szomszéd népek, mamelukok túlrendelt seregben jönnek. Ezek de lehetnek 52 000, mert cincsiek, géták, barsztok vannak vélek. Magok választottak kapitánt maguknak, eztet híják hadverő Ajgazbasának. És bizony, nem heában nevezték annak, mert ez volt oka sok nemzet romlásának. Ajgazbasa után jönnek zagatárok, legbelsőbb Szkítiából való tatárok. Hiszik az Alkoránt, de zöld patyolatok megesmertetik, kik törökök, tatárok. Ellepték az földet ezek, mint az hangyák. Avagy szélös mezőben az sok kalandják. Mindenütt villámnak csak nyilak és szabják, és mindent rettentnek lobogós kopják. Ezek soha oly helyre nem fordultanak, az melyet fegyverrel nem hódítottanak. De inkább azt mondom, hogy elpusztítottak valamerre ezek világban jártanak. Sőt, mikor törökre ezek támadtanak, csak nem teljességgel őket elrontották. De mi bíneinkért rajtunk maradtanak. Istentül ostorért, mert ők hagyattanak. Nám Szkínt a taburlán megveré muzulmánt, elevenen megfogá Bajazitet, nagy Kánt. Akkor is láthattuk az Isten hatalmát, csak játékul tartja az ember dolgát. Noha a szkítákat senki meg nem verte, sem ő veszedelmeket soha nem érte, Mitriádész király háborgatni merte, de mondd meg én nekem, mit vihete végbe? Hallották rómaiaknak nagy hatalmát, magukon soha nem látták birodalmát. Nagy Sándor meglátá Szkíta bátorságát, midőn víve nehezen meg egy kűsziklát. Négy táborban ezek járának ékesen, mindenikben vala 20 000, tegzesen. Egyiknek parancsol Fekete Szerecsen, hármának Uldair, Lehel és Turancsen. Kiszámlálhatná meg az tenger örvényét, vagy Hercíniának számtalan levelét. Az megszámlálhatná Szulimánnak népét, az is írhatná meg roppant seregeket. Mert valaki hallá, haddal megy Szulimán keresztényekre, és megyen sok muzulmán. Mindenik siete haddal császár után, mindenik gyönyörködik Kaur romlásán. Mert szép Indus vizén túl török nem lakik, sem ő császárjoknak soha nem adózik, mégis idejüve király Attapalik, mert látni akarja, keresztény mint romlik. Jaj, hova ez a nagy főhő fog omlani? Mely világ szegletre fog ez leszakadni? Mely nagy haragját Istennek fogja látni az, ki ezt magára jönni fogja látni? Mint eget az főhő, ellepte az földet az sok roppant sereg és idegen nemzet. Még meg nem számláltuk ázsiai népet, sem európai hadakozó sereget.